Radványfalu a középkor nagy részében a füzéri váruradalmához tartozott. Magát a települést 1262-ben említette első ízben írásos forrás. A 16. század második felében Báthori István volt a falu földesura, aki egyik familiárisának, Rétei Péternek adta oda a birtokot. Rétei nevéhez fűződik az első kastély felépítése itt Füzérradványban, ez egy késő reneszánsz stílusú épület volt. Ezt a későbbi évszázadok során számos alkalommal átalakították, kibővítették az egymás váltó tulajdonosok. 1679-ben az épületről egy leltár is készült. 1686-ban első Lipót király nagykárolyi báró Károlyi Lászlónak adományozta a birtokot, Füzér várát és a hozzátartozó uradalmat a török háborúban elszenvedett veszteségeiért. Ekkor kezdődött a Károlyi család egy rövid megszakítással több mint 2,5 évszázadig tartó birtokossága itt Füzérradványban. A Rétei féle későn ezt az kastélyból ha már csak töredékek állnak a mai kastélyba beépítve, hiszen gróf Károlyi Ede, aki a Károlyiak közül elsőként választotta állandó otthonának Füzérradványt, jelentősen átépítette az épületet. 1846 körül már biztosan zajlottak munkálatok. Az építkezés, amely több periódusban zajlott, csak 1877-ben ért véget. Talán kissé meglepő módon az épület koncepciónak a kialakítása a gróf Károlyi Ede nevéhez fűződik, aki amatőr tervezőként pontosan meghatározta, hogy hogyan is nézzen ki a kastélya. Az épület tervezésének, kiépítésének egy bizonyos szakaszában hazánk egyik legjelentősebb historizáló stílusban alkotó mesterét, Ybl Miklóst vonta be a tervezésbe, neki azonban Füzérradvány esetében viszonylag korlátozott szerep jutott. Biztosan gróf Károlyi Ede nevéhez fűződik a keskeny, magas, nyolcszögű araprajzú torony kiépítésének az ötlete. Ybl Ervin művészettörténész leírása szerint a Károlyi család tagjai később folyamatosan gúnyolták, magas keskeny volt, amiatt Piszkavasnak nevezték. A kastély ebben az építési periódusban nyelt el historizáló, döntően neoreneszánsz kialakítását. Ekkor épült ki a reprezentatív U-alakú főépülete, illetve az ehhez észak felől csatlakozó két gazdasági mellékszárny. 1897 és 1902 között Albert Pio építész tervei alapján gróf Károlyi László átépítette a kastély déli lakószárnyát. Ekkor az épület elnyerte ma is látható külső kialakítását. Európában is figyelemre méltó módon a Károlyi kastély számos eredeti itáliai reneszánsz épület szerkezetet tartalmaz napjainkban is. Ezeket gróf Károlyi László és felesége Aponyi Franciska grófnő vásárolta, részben Firenzében Stefano Bardini műkereskedőtől, részben pedig Párizsban. A grófi pár számos reneszánsz és késő reneszánsz bútort is vásárolt, amelyeket szintén a Füzérradványi kastélyban helyeztek el, így az épület egyes belső terei múzeumszerű jelleget öltöttek. A kastély képítésével párhuzamosan zajlott az angol kert kialakítása, amely a század végére elérte 170 katasztrális holdas kiterjedését. 1936 és 38 között a kastélyt luxusszállóvá alakították át Lehoczky György építész tervei szerint. Az ő nevéhez fűződik a kastélykertbeli pavilonok tervezése is, amelyekben szintén szobák kaptak helyet. Magának a kiállításnak a tematikája is egyedülálló a Nemzeti Kastélyprogram keretében, hiszen itt a kastély népszerű kastélyszálló korszaka kerül elsősorban bemutatásra. A Tóth G. Péter kurátor által kidolgozott kiállításnak Kastély Noára címe, utalva egyrészt az 1942-ben a kastélyban forgatott Karádi Katalin filmre, a kísértésre, másrészt utalva a 1930-as, 40-es évek egyik legkedveltebb filmtípusának műfaji sajátosságaira, annak a sötét borongos hangulatára, a bűnügyi drámákra, a krimikre. A kastélyba belépő látogató egy bűnténykerülés közepén találja magát, amelyet az ő feladata lesz felderíteni. A kerettörténet a recepciótól indul, és teremről teremre haladva egyes karakterek, akiket színészek alakítanak, folyamatosan bemutatják az épület adott termét, illetve elhintenek egy-egy információt magáról a bűntényről is, amely segíti a megfejtést. Számos olyan rétege is van természetesen a kastély bemutatásának, ahol teremről teremre végig lehet követni egyrészt a kastélyszálló egyes terének a mindennapi használatát, másrészt, hogy a Károlyi család birtokossága idején milyen funkciót töltöttek be ezek a termek, és olyan rétegek is vannak, mint például a környékbeli vadászatoknak a bemutatása, vagy a Károlyi család történetek a bemutatása, amely mindenképpen fontos a kastély teljes keresztmetszetében történő megismeréséhez. A bemutatás során a játékok sem maradhatnak ki, hiszen a korabeli biliárd is ismertetésre kerül, illetve mind a kastélyszalóban, mind a Károlyi család körében népszerű játékok szintén átérhetővé válnak. A látogatók maguk is kipróbálhatják ezeket. A Füzérradványi Károlyi kastélyban megvalósult Kastély Noir kiáltás is hozzájárul ahhoz a vízióhoz, ahhoz a célhoz,
amelyet az egész Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram jelmondatának választottunk. Jelesül, itt Füzéradványban is bemutatásra kerül múltunk jelen időben. A Zemplén-hegység ikonikus turisztikai attrakciója a Füzérradványi Károlyi Kastély a Nemzeti Kastélyprogram keretében újult meg 2018 és 2021 között. A turisztikai fejlesztés keretében a kastély teljes homlokzata, tetőszerkezete és nyílászárói mellett megújultak a történelmi reprezentatív térsorok s valamennyi helység. A kiállítás központi tematikája és vezérfonala az 1930-as évek egykori kastélyszállójának milliője, ezen korszak megidézése interaktív élményközpontú módon. A fejlesztés során a közel 100 hektáros angolpark és a kastély közvetlen környezetében található reprezentatív terek és a díszudvar is megújult. Zemplén régi új megújult turisztikai attrakciója 2021. október első felétől várja a látogatókat és a rendezvényre ideérkezőket. A kastély turisztikai fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg. A teljes fejlesztés költsége 3 milliárd 120 millió forint volt, melyből az Európai Unió 1 milliárd 720 millió forinttal járult hozzá.